Sziasztok! Sziasztok! A mai videóban megint egy ilyen spárgyúrmát fogunk bemutatni, mint az előbb. Igen, melyikkel kezdjük? Ezzel. Várj, ki tudom bontani, az a tegnap is én bontottam. Jó. Ja, a nagyot, igen, a nagyot te bontod, a kicsit. A hőségpont, meg szokjuk, van benne, és lila szín. Lila, nagyon jó. Ez olyan, mint ami ott van, szerintem. Itt van a hőségpont. Jó. A szokásos hőségpontunk. Kíváncsi vagyok, hogy van-e valami izgalmas szín is. Sárga. Lett a narancssárga. És megint van hozzá egy hőségpont. Igen. Lesz valami nagyon-nagyon szép szín. Hát. Mindig adjon szép. Ó, megint egy narancssárga. Hó. Narancssárgában eléggé sok van már. A fehér bezveg nagyon ritka. Hát, mert az, kell, az mindenhez kell. Hát általában igen. Az kiszébe! Már megint egy narancssárga. Sok olyan fordul. Mindig narancssárga. Narancssárga. Hát, ha az utolsó is narancssárga, akkor pont az ágasszó válogatás. Hát ez már nem igaz. Megint narancssárga. Narancssárga. Akkor alkossunk narancssárgából valamit, hát jó? Hát mit alkossunk narancssárgából, meg lilából? Semmi. Hát, de azért biztos lehet. Te próbálnak valamit alkotni belőle. Ó, tuti, hogy tudunk. Mit? Tessék, az na, lesz. Mit tudnánk csinálni a narancssárgából? Csak a narancssárgaszín. Hát, használjuk a kreativitásunkat. Mint legyen a narancssárgaszín, narancssárga lába, minden legyen narancssárga. Az is lehet, igen. Mit lehet ebből megcsinálni? Alkossuk meg a főbb részét, és akkor utána... Mit csinálunk? Melyiket? Egyiket sem. Ez most teljesen egyedi jellegű szörnyecske lesz. Gyere itt közelebb, meg úgy látnak. Várj, és utánozlak téged, ha nem baj. Ne. Én úgy gondoltam, hogy ilyen kocka... Szörny. Még nem volt. Csináltunk egy kockát, úgy. Nagyon jó. És csinálunk neki lábacskákat. Ilyen lábakat. Gyúsz egy kört. Kicsit. Nem kell túl nagy. Még annál is kisebb. Ekkora? Aha, és akkor ilyen a kör, vagy a golyót ilyen csepp formára megcsinálod. Így? Aha. És akkor itt lesz az egyik lába. És ugyanígy megcsináljuk a másik lábát. Ennek ez kettő lábból? Aha, arra figyelj, hogy nagyjából egyforma legyen. Szerintem akkor narancssárgából is sok mindent lehet alkotni. Nekem baj, nem lett pont olyan alakja? Nem. Sőt, igazság szerint az benne a legjobb, hogy bármilyenre csinálhatod. Én majd rossz irányba raktam. Rossz irányba. És akkor ilyen sok lábú, mint a polip olyan lesz.
Legalábbis úgy gondoltam. Na, körülbelül 4 lába lesz. Elő 4? Uh-huh. Jó. Tied is. Gyere, próbálj meg ott csinálni, hogy lássak. Nem tudom annyira. Nem tudod? Az a baj, hogy én ülök a kameránál, mert én szoktam irányítani a kamerát. Igen. Csak így meg pont. Elevágok egy kis lyukat, hogy legyen hely közöttük. Jó. Ez is elevágok egy kis lyukat. Anya meg lehagy. Ja, bocsánat, igen. Akkor mutatom, hogy így körbe rakjuk. Csak ott már lemaradtam én is, hogy mondtad, hogy neked elől nem is tudom hány lába lesz. 4. 4? Hát ennek csak 3 van. Érted? Ja, hát akkor nem csoda, ha lemaradsz. Mert neked több lábot kell csinálni. Pontosan. Szóval ez egy nagyon... És nagyon ízéset, hogy mindegyik majdnem lanságolt. Nem? Igen. Nagyon ritka eset. Hú, de szép lesz a polip, hogy megmutatod itt? A tét szebb. Dehogy is. Nagyon jó. Úgy rakjuk még egy kicsit a haját. És mindjárt felbontjuk a lilát. Itt lesz ilyen kis haja neki. Kicsit formázd meg. Így jó. Hát a neked úgy jó, persze. Én máshogy sajnos nem tudom. Nem, pedig ez könnyű. Nézd, hengergetsz egy ilyet. Ettől még nem tudok. Nem, megpróbálsz egyet. Hengergetsz egy kígyócskát, és a végét el. Ó, hogy látod, hogy tudod? Nem. De, az nagyon jó lett. Nem, nem inkább. Kicsit jobban. Kicsit jobban? Felvontjuk a lila. Lett a narancsárga. Vagy a lila. Ó, de jó puha. Hát képzeld, úgy gondoltam, hogy a fejére is csinálunk valamit. Mit? Nem is tudom. Kis gombócokat? Én nyilván fogok. Te palacsintát csinálsz rá, ugye? Az enyém mi szerinted? Mi lesz majd? Tessék? Szerinted az enyém mi? El tudod mondani? Nem tudom, hogy hívják. Nem tudom, ez még sehol. Ez... Úgy hívják, hogy semmi. Ez semmi, nem? Semmi. Sehogy se hívhatnánk. Esetleg férkálgatás. Vagy ami esmi. Akkor, ha tollarozzád, akkor lenne férkálgatás. Firka-firka? Firka-firka. Firka-firka manócska. Szóval ez egy nagyon izé eset, hogy mindegyik majdnem narancsárga volt, csak az egyik lila. Ha az összes narancsárgal nem is tudom, nem mit csináljak. Sok narancsárgal, nem? Igen. Kicsit most csaltunk, mert egy szemet azért föltettünk neki, és még maradt 2 narancsárga. Szia! Te is elkészültél? Jó, de hosszú a hajam. Le kell vágni. Nem? Igen. Yeah. Csinálj belőle akár ilyen hosszú hajat, hogyha szeretnéd. Egy kicsit levágom, jó? Kicsit levágod? Jó. Én meg még. Csinálok mindjárt egy... Az én rövid hajú lesz, jó?
Rövid hajó? Nem baj? Nem. Miért lenne baj? Én még a maradék valamit levágtam. Szented, úgy volt szebben, hogy amikor hosszú haja volt, ha? Nem, így is nagyon szép. Inkább jobban néz ki, ha... Hosszú a haja? Aha. Én itt felhasználtam az összes. Tudom már, milyen színe lesz a haja. Most összegyúrtam. Akkor vigyázz. Ennyi milyen lesz. De ez most mi lett? Segítsek kitalálni? Aha. Nézd. Csinálj neki egy kis fehéret, mindjárt adok. És csinálj neki egy kurika szemet. Én hajat szeretnék neki csinálni. Ezt tudod milyen? Mi? Mint a trolloknál a troll haj. Nem olyan? Ez nem tetszik. Nem tetszik? Levághatom? Akkor még csináljunk abból, jó? Várja, ne vágd le! Még csináljunk abból valamit. Neki valamilyen hajat. Mit szólna ilyen gombóc hajakhoz? Nem, inkább én ilyen összetekert. Magatosan gondoltam. De várj, mert így össze. Így nem jó. Én ilyenekre gondoltam. Jó, olyan hajat is csinálsz neki. Mindjárt levágjuk. Jó, de hát azt csináljuk meg neki, jó? Ajjaj, a fehérbe is belement. De így egész szépen szeme lehet. Nézzétek! Na, mit szólsz hozzá? Szép. Mindjárt levágjuk a haját. Jó. Most csináljuk meg, és akkor majd levágjuk a haját, jó? Jó. Csak lassan elköszönünk a videóban. Mindjárt kész a hajam. Itt van még egy csomó lila. Hol van? Itt. Mert hajat csinálok. Jó. Nagyon szép lesz. Jó hosszú haja lesz, ugye? Aha. Olyan hosszú, mint a tiéd. Már alig várom, hogy elkészülj. Mindjárt készen leszek, már csak a hajam kell. Nézd, jó. Ilyen lesz a hajam. Hú, hát ez nagyon szép szörny lesz. Köszönöm. Szerintem ne vágd le a haját, olyan szép. Ja, tényleg igazad van most. És látod, hogy milyen ügyesen tudsz hajat csinálni? Hát ilyen a haj. Ugye? Nagyon ügyes vagy. Hát meg vagy dicsérve. Köszönöm. Ide még kell szerinted haj? Hát, ha gondolod. Neked hogy tetszik jobban? Még tegyünk. Használjuk el az összes lilát. Ez már úgyis meg van bontva. És még kettő zacskó narancssárgánk maradt. Igen, még maradt is, úgyhogy csináltunk belőle mindenféle szörnyeket. A szellem. Kicsit közben megmutatom. Hát, szerintem ez sokkal jobb, mint az enyém. Nagyon szépen ki lett találva. Szerintetek? Belerok kicsit a szemébe? Aha. Hát ez nagyon, nagyon durva. Neked akarsz... is belelúg egy kicsit, és néha még nekem is. Akarsz neki egy kis zöld koronát? Csináljunk neki, vagy valami fejdíszt? Nem kell. Nem? Szerintem itt szem, nem? Szem? Nem? Szerintem? De. És kis valami a hajába. Rajzoltok szájat neki? Az a ne, az nem jó szívem. Az nem jó, mert az toll. Inkább csinálj neki akkor ebből, jó? Gyurmából csinálj. Nem igazán látszik rajta, tudod, a filctól. Tényleg?
Hát nem hiszem, hogy arra készítették, hogy félc tollal. Én meg még csináltam ilyen kis foltokat neki. Ilyen maszkó van. Nézd! Olyan maszkja? Aha, nézd! Meg, vegye meg. Szerintem nagyon szép. Vagy olyan, mintha a ruhája lenne. Az túl kicsi. Ez csak egy emberi, ez csak egy fej. Csak egy fej? Aha, úgyhogy nem lehet. Tudtad? Nem, nem tudtam. Mert nincs csápja. Nincs csápja? Neked. Nekem van csápom? Igen, hát az. Ja, annak. Na, így néz ki. Nem tudom, milyen szörnyecske. És kérem szépen. Én egy emberfej vagyok. És így néz ki Olivier szörnye. Wow. Csináljunk belőle ceruzatartót? Aha. Akkor egy hagyományos ceruza kell. Mégiscsak sikerült egy picit tegnap. Ha ennyire így kifúrjátok, már lehet belőle ceruzatartót készíteni. És amikor majd ilyen kemény lesz, mint ez a pábú, akkor... Hát dobálózni. Akkor... Vagy ez. Oh, akkor már simán jó lesz. Na, ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel. Sziasztok! Azért legyen a bolcoknak is napja ez. Sziasztok!